Aki unatkozik, forduljon a falnak, itt lehet, akit nyugodtan elalhat. A felső falutól az alsó falu végig minden lány és legény legyen itten végig. Falunkban csendesen peregnek a napok, de pár dolgot mégis a számra kapuk. Nemzeti ünnepeket méltón emlékeztünk, a hősöket mélyen a szívünkbe helyeztük. A hallgatóság mindig kevésnek bizonyult, emlékezzünk hát többet, hiszen ez nem olyan bonyolult. Az eső sem szegte senki kedvét nagy dorogon, bár a hagyományos szüreti felvonulás a rossz időre való tekintettel nem került megrendezésre. A mulatság ezzel nem ért véget, ugyanis a délután során a helyi általános iskola udvarán felállított sátorban színpadi műsorokkal folytatódott a program, ahol a legkisebbek is megmutathatták tudásukat. Sárga kolomb, éleves, engem bizony ne neves, mert ha engem nevető, megtudja a szerető. A Nagy Dorogi Búzavirág Néptánc Egyesület, ahogy minden helyi rendezvényen, itt is megmutatta magát. A csoport vezetője azt mondja, már egy éve készültek a programra. Nagy lelkesen készültünk erre a mai napra. Nagy Dorogon három fő esemény van, ahol megmutathatjuk magunkat Nagy Dorogiként. Ez a szüreti fesztivál, a falunap és az idősek napja. Háromféle tánccal készültünk, kalocsai, sárközi és még egy sárközi koreográfiával, egy eszközössel. Hát mondhatom azt, hogy egy éve, mire összeállt ez a fél órás programunk, 40 perces. Több éve Nagy Dorogi színekben képviseljük, mivel nagyon sok Nagy Dorogi táncos van az Egyesületben, képviseljük Nagy Dorogot, nem csak helyi rendezvényeken természetesen, hanem a környékbeli településeken is, és hazai településeken, sőt külföldön is minden évben készülünk a barcelonai fesztiválra, ahova már mondhatom azt, hogy hazajárunk, és ott Nagy Dorogot és hazánkat képviseljük azon a fesztiválon. 25 tagunk van, sajnos a Covid nálunk is kifejtette rossz hatását, mint mindenhol, de igyekszünk felfejleszteni újra az együttes taglétszámát, és lelkesek vagyunk, fiatalokat is várunk már az együttesben. Ezt valahonnan látni kell, tehát a jövő generációjának adjuk át úgy a hagyományaink, hogy óvva, vigyázva arra, hogy autentikus legyen, eredeti legyen, és visszaadja azt a fajta nemzeti érzületet, amit mi szeretnénk ezzel képviselni, és persze így továbbadni. A polgármester elmondása szerint minden évben lelkesen készül a lakosság a szüreti mulatságra. 2022 évi szüreti mulatságunkat tartjuk. Sajnos a szüreti felvonulása az esős idő miatt elmaradt, de nem veszítjük jókedvünket, és a színpadi műsoroknál igyekszünk jól érezni magunkat. Kulturális színpadi műsorokkal készültünk. Elsősorban közösségépítő szerepe van, és természetesen, akik táncegyüttesek Nagy Dorogra látogatnak, akkor a Nagy Dorogi Búzavirág együttes is meglátogatja azt a települést. Most például a Dunaszent Benedeki Néptánccsoportot látjuk így, mint külsős település vendégül.